Lottószelvényt tölt ki Kovács Mihályné. Fix számokkal játszik, de ezek nem kapcsolódnak semmilyen családi évfordulóhoz. Azt mondta, egyszer rábökött öt számra, azóta ezeket teszi meg. Legalább 25 éve minden héten felad egy szelvényt elejétől fogva mi lotozunk, nem nagy számokkal, nem, vagyis nem sok lottóval, de a szerencse nem szeretnénk elmenni, szeretnénk, hogy érjen minket a szerencse. 20 évvel ezelőtt be is jöttek a számok, négyese volt, 496 ezer forintot nyert akkor. Nem, a nem látok különben, sajnos a helyzet. A véletlenszerűen kiválasztott számokhoz nem kell az olvasó szemüveg. Blahut Kálmának a skandináv lotton több szerencséje van, de most egy luxor tölt ki. Az ötösen is játszik 1964 óta. Egy mezőt mindig a családi évfordulók számainak szentel. Ötösen volt nekem háromszor, vagy négyszer hármasom. Anyámnak volt egy négyese, Jövő hét vasárnaptól drágább lesz a szelvény. A szerencsejáték ZRT az 5-ös, a hatos os és a skandináv lottó, a puttó és a Joker árát 225-ről 250 forintra emeli. Kovács Mihályné és Blahut Kálmán is azt mondta, nem örülnek az áremelésnek, de ettől még nem hagyják el a régi szokást. A szerencsejáték ZRT megkeresésünkre közleményt küldött. Ebben azt írták, időszerű volt az áremelés. Az érintett játékok ugyanis legutoljára 2010-ben drágultak. Hozzáteszik, hogy cserébe magasabbak lesznek a nyeremények is. A lotók esetében pedig a magasabb ár mellett gyorsabban halmozódik majd a nyeremény alap is. Így akár rekordösszegű főnyeremények is elképzelhetők. A lottó árának emelkedésével az állam is jól jár. A szerencsejáték ZRT tavalyi éves jelentése szerint majdnem 100 milliárd forinttal járult hozzá a közkiadásokhoz. Ezen belül a Nemzeti Kulturális Alap az ötös lottó játékadójának 90%-át több mint 12 milliárd forintot kapott. A Nemzeti filmalapot pedig a hatos lottó játékadójának 80%-ával és a társasági adókedvezménnyel több mint 6 milliárd forinttal támogatták. De a játékadóból sportra is jutott több mint 8,7 milliárd forint.